Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 19-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, tervei, mi foglalkoztatja őt a jelen pillanatban. Erre megadja a választ ez a felső kártya. Ez a kerék itt a sors vonalat jelenti, és az mindig abban az irányban pörög, amerre mi nézünk. De itt a szeme ennek a hölgynek be van kötve, tehát nem látja, hogy mi fog következni. És pontosan ezek az ő gondolatai, nem tudja jelen pillanatban elképzelni, hogy milyen irányban lesznek a változások. De azt ő tudja, hogy itt változás lesz. Az egyetlen, amit ez a sors döntő fordulat lelassít, azok a félelmek. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ez a levél arra utal, hogy ő vár valamire. Vár egy hírre. Tehát vannak elvárásai. Ez a levél jelenthet egy dokumentumot is, és itt középen megjelenik ez a kígyó, az lehet egy hölgy a háttérben, amennyiben ő nős, az lehet, hogy itt válásra kerül a sor. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kép mutatja a vidámságot. Az lehet egy meghívás, vagy találkozás barátokkal, és ez, amit ő szeretne átélni veletek, hogy nevessetek, táncoljatok, együtt zenéjetek, tehát ez a vidámság, ami itt most a középpontban áll. A napi energia, ez a kígyó, ez nem csak ezt a hölgyet jelentheti a háttérben, hanem azt is, hogy az út nem egyenes, hanem vannak ilyen mellékutak, és pontosan úgy hozzátok most a döntéseket. Ez a kígyó jelentheti azt is, hogy itt olyan megújulásokról lesz szó nálatok, vagy nála, vagy mindkettőtöknél. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!